Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, ami az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós. Ezen a csodálatos hétfői reggelen, ami a második adásunkat jelenti egyébként a 2024-es évben, egyedül vagyok a stúdióban, de senki ne ijedjen meg, mert ennek ellenére három beszélgetés is el fog hangzani, amiket a hétvégén rögzítettem. Ennek az adásnak ugyanis a fő témája éppen az a rendezvény volt, a LESZ, ahol én szombaton jártam, egyébként Rakétafüst kollégával együtt. Ez pedig nem más volt, mint a CANSAT versennyel kapcsolatos rendezvény. A CANSAT Hungary, a CAN az ugye azt jelenti, hogy doboz, de olyan üdítős doboz. Nincs igazából magyar neve ennek a dolognak. Úgy lehet fordítani talán, ahogy ezt a sajtóanyagban is írják, hogy műhold egy üdítős dobozban. És ez volt a második országos CANSAT verseny, ami szerintem egy óriási kezdeményezés, azt a Magyar Asztronautikai Társaság egy olyan közhasznú szervezet, ami űrkutatással, a magyar űrtevékenységgel foglalkozó emberek összekapcsolásával, illetve nagy mértékben ismeretterjesztéssel foglalkozik, és utánpótlás neveléssel, és szerintem természettudományos ismeretterjesztés és utánpótlás nevelés témakörben elképzelni sem lehet egy jobb poént, mint azt, hogy gimnazista csapatok gyakorlatilag milyen majdnem műholdakat építenek. El is olvashatom itt a sajtóanyagban, aztán persze majd elmondják ezt maguk az illetékesek is, de hát itt arról van szó, hogy 3-6 fős középiskolás csapatok és mentoraik dolgoznak azon, hogy olyan eszközöket tervezzenek és építsenek, amely minden tud, mint egy igazi műhold, olyan értelemben, hogy van vezérlése, energiaellátása, méréseket tud végezni, és rádión kommunikál a földi állomással, és ezt nem csak megépítik, hanem Magyarországon létezik egy kis rakétákat építő és rendszeresen felbocsájtó csapat, ami a Műszaki Egyetemen jött létre, ez a BME, Budapesti Műszaki Egyetem Suborbitals, vagyis szuborbitális rakétákat fejlesztéssel foglalkozik. Annyira szuborbitális persze, hogy itt olyan 1-1,5 kilométeres magasságok elérésére való szilárd hajtóanyagú rakétákról van szó, de hát azért ez mégiscsak egy rakéta. Ráadásul amúgy ez volt az első olyan rakéta fejlesztő csapat, ami olyan dolgot, olyan rakettát épített Magyarországon, ami átlépte a hangsebességet, szóval ez azért önmagában nagyon menő. Annak ellenére, hogy nem vagyunk egy rakétaépítő nagyhatalom, de ezek teljes egészében újra felhasználható kis üvegszálas anyagból készített kis rakéták, amik ejtőernyővel alászállnak és visszahozzák ezeket az italos doboznyi műholdakat, amelyeket tehát gimnazisták, középiskolások fejlesztenek ki és építenek meg. Hát erről fogunk ma hallani nagyon érdekes beszélgetéseket. Megkérdeztem erről Arnóc Istvánt, aki a Magyar Asztronautikai Társaságnak a főtitkára. Azért nem kérdeztem meg a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár helyettesét, Székely Anna Krisztinát, mert ő bár nyakig benne van a CANSAT versenyben és a szervezésében, a szívét, lelkét beleadja, de ő nem szeret megszólalni rádióban, de szerencsénkre Arnóc István annál inkább, aki persze nagyon jókat mondott mindenről, úgyhogy minden további teketória nélkül én meg is próbálom itt elindítani azt, amit ő mondott nekem szombaton a Szinnyei gimnáziumban, ezt még nem mondtam el, tehát ennek a rendezvénynek, ahol tényleg tömve volt a biológia terem, lelkes gimnazistákkal és segítőtanáraikkal, mentoraikkal. Szóval ezt a Szinnyei Merse Pál gimnázium a Kodály Köröntől nem messze biztosította ennek a remek rendezvénynek a helyszínt. Hát halljuk, mit mondott mindenről Arnóc István. Hát sziasztok, üdvözlök mindenkit, Arnóc István vagyok. Én a Magyar Asztronautikai Társaságnak vagyok a főtitkára, és itt vagyunk a mondhatni második nemzeti CANSAT versenyen.
Ez tulajdonképpen egy technikai diákverseny, ami azt jelenti, hogy nem csak valamit meg kell tanulniuk a diákoknak, hanem meg is kell építeniük, tehát van egy erős idézőjelben szerencsefaktor, hogy az a dolog tényleg működni fog-e, amit ők összeraknak. A Kenset az a két szóból jön, hogy Ken, mint ez a 033-as szénsavas üdítő doboz, és a Set, mint Satellite. Nem találtunk ilyen magyar elnevezést, mert az igazság, hogy szerintem tök jó elnevezés az, hogy Kenset, tehát jól leírja, és azért a célcsoport érti, hogy miről van szó. A másik pedig az, hogy ez a magyar verseny, ez gyakorlatilag az európai űrügynökség Kenset versenynek a nemzeti előválogatója. Tehát mondhatjuk, hogy ez az Európa bajnokság magyar fordulója. Hát ez marha jó. És akkor itt 4-6 fős csapatok vannak, akik egyébként hogyan a tanárukkal vagy? Tehát hogy kell ezt elkezdeni? Most tegyük fel, hogy középiskolás diák vagyok. Megtetszik ez, amit most hallok ebben a műsorban. Oké, mi legyen a következő lépés? Hogy kell egyáltalán nekifogni ennek az egésznek? Igen, nem annyira evidens. Direkt ezért tavaly azt mondtuk, hogy nem kizárólag csapatok, hanem magán, tehát egyéni versenyzők is jelentkezhetnek, akik keresnek csapatot maguknak. De az alapelképzelés az, hogy egy gimnáziumból a fizika vagy informatika tanár segítségével, vagy bármely lelkes tanár segítségével egy csapat álljon össze, aki úgy gondolja, hogy képes lesz programozni, elektronikai, tehát hogy áramkört tervezni és összerakni, és e köré egy kis gépészeti munkát csinálni, pedig egy Kensetnek maga a bázát összerakni. És nagyon fontos, amiről meg szoktak feledkezni, hogy és mindezt ledokumentálni. Azt látjuk a csapatokban, hogy különféle, tehát azok a jó csapatok, ahol különféle talentumú emberek tudnak jól együttműködni, és úgymond segítik egymás munkáját. És emellé, tehát itt ki szeretném emelni azt, hogy talán az egyik legfontosabb dolog, amit megtanulnak a diákok, hogy pont a Kensetnél már van akkora technikai tartalom, hogy egymagában egy diák nem tudja az egész eszközt összerakni, tehát muszáj együttműködnie több emberrel, több diáktársával, akivel valószínűleg nagyon jobban voltak előtte, mint magánszemélyek, de hogy beletanul az ember abba, hogy az együttműködés az több, mint csak ismerni a másikat, hanem ott extra figyelmet kell arra szentelni, hogy amit én megcsináltam és jól működik, azt a másik át tudja venni, és az ő, a munkának az ő részével jól együtt tudjon dolgozni, és szintén ami nagyon fontos, hogy határidőre. Ez egy nagyon kegyetlen dolog a Kenset versenyben, hogy bizonyos időpontokban megmérettetik. Először a dokumentáció, és ott megnézik a zsűri tagok, hogy amit megálmodtak a diákok, az megvalósítható, mennyire megvalósítható, mennyire fog jól működni, és akkor még ugye semmit nem programoztunk, semmit nem építettünk, csak leírtuk egy dokumentum, hogy ez hogyan fog működni. És utána a következő nagyon nagy, mondjuk úgy, hogy meglepetésfaktor, hogy tök mindegy, hogy milyen jó dokumentációt írt az ember, hogyha utána kikerülnek a kiválogatott csapatok a starthoz, és az ő kenszetjük bekerül egy igazi rakétába, és igazi gyorsulási hatások, G-hatások érik, és hogy az akkor is működik-e. És ami szerintem igazából űrkutatással, tehát szépé teszi ezt a dolgot, az, hogy nem az a kérdés, hogy kinek fog végigmérni az űreszköze visszatérését és túléli az egészet, hanem az, hogy másnap a mért adataikból pedig egy prezentációt kell összerakni, hogy végül is mit mértek, és abból milyen következtetésekre jutottak. Tehát nem önmagáért, nem egy technológiai bravúrért csináljuk ezt a dolgot, hanem azért, hogy valamire rájöjjünk, és ezt egy valamilyen méréssel rakjuk össze. Tehát gyakorlatilag ez tényleg az űrkutatásnak egy diák szintű másfél kilométer magasságú analógiája. És említetted ezt a rakétát, ez nyilván egy nagyon fontos része, hogy az egész aztán végül tényleg ilyen módon fölrepül és egy ejtőernyővel leszáll. Mit kell tudni, mit lehet tudni arról, hogy honnan van rakéta? És a csapatokból mondjuk hány csapat jut el odáig, hogy tényleg rakétára kerül a cucca? Ez a másik kérdésem. Tehát honnan van a rakéta, illetve hogy
automatikusan minden csapat eljut el addig, hogy tényleg megrettetik a kis konzervdobozát, vagy azért ott van egy ilyen előszűrés? Igen. Itt tulajdonképpen előszűrés több lépcsőben van. Most 48 csapat jelentkezett, de ebből már nem adta le mindenki az első dokumentumot, tehát most már kevesebben vagyunk, és a következő szűrés az úgynevezett CDR dokumentum, tehát ez a Critical Design Review dokumentum elkészítése lesz, amiben már le kell fixálni, hogy pontosan mit fog tudni a műholdjuk, és onnan már csak 10 csapat jut tovább a felbocsátásig. Ami úgy érdekes, hogy nem csak megépíteniük kell a műholdat, hanem felbocsátás előtt tesztelniük is kell, hogy tényleg bírja-e, tényleg jól fog-e repülni az a műhold, és kinyílik-e valójában az ejtőernyője, vagy az adott konfiguráció ezt nem teszi lehetővé. És ezeket a tesztdokumentumokat is be kell tudniuk mutatni, hogy ők gondoltak mindenre, és ki is próbálták, hogy azok a fontos dolgok működnek-e a műholdban. Itt még arra is figyelni kell amúgy, hogy nehogy olyan kísérletet rakjanak a kis műholdjukba, mivel a rakétába két kis műhold repül egymás alatt, hogy mondjuk az egyikben a kísérlet kifolyik, és belefolyik, ráfolyik a másikra, és akkor mind a kettő tönkre megy. Ilyen jellegű feladatok is lehetnek. És a rakéták, azokat a műegyetemnek a csapata, a BMS Suborbitals biztosítja. Igen. Itt ez egy nagyon érdekes együttműködés. Gyakorlatilag a Magyar Asztronautikai Társaság megrendelt a BMS Suborbitals-tól 6 darab rakétát, amivel Kenset versenyt tudunk csinálni. Egy ilyen rakétába két kis műhold fér bele, és ezt az 1,5 kilométeres magasságot elérve szétnyílnak a rakéták, és kiköpik magukból a kis műholdakat, amik visszaereszkednek, és a rakéták is gyakorlatilag ejtőernyővel ereszkednek, tehát újra használhatók. Itt a rakétának van egy úgymond motorja, ami egy szilárd hajtóművű, olyan, mint egy csillagszóró, amit hogyha meggyújtasz, akkor addig ég, amíg vége nincs, és ezt ki kell csavarozni az elégettet, és az újat bele kell rakni a hajtóműbe, a hajtómű helyére, és mehet a következő felbocsátás. Itt nekünk nagyon nagy szerencsénk volt egyrészt azzal is, hogy a BMS Suborbitals technikailag ezt a képességet elérte, tehát ők nemzetközi versenyeken is indultak, ahol nagyon jó eredményeket értek el, ennél nagyobb rakétákkal, így mondhatjuk, hogy ez már csak egy egyszerűbb feladat volt. Viszont az számukra is szerintem egy kihívás volt, hogy nem egy versenynek kell megfelelni, hanem egy vevői igénynek kell megfelelni a rakétáikkal. Ez nagyon jó, és még azt szeretném megkérdezni, hogy ennek az időbeli lefolyása hogy néz ki. Tehát akkor, ha most ha jól értem, a Critical Design Review jön most, oké. És akkor nagyjából még mit tudom én, nyáron lesz ebből olyan, hogy ezek a rakéták fölröppennek, vagy hogy? Nem, ez nagyon hamarosan fog megtörténni, tehát a diákok nagyjából április magasságára kell, hogy eljussanak arra a szintre, hogy indítható a katonai lőtérről gyakorlatilag ez az eszköz. Mert itt az együttműködő partnerek úgy néz ki, hogy a BME Suborbitals hozza a rakétákat, illetve ők üzemeltetik a rakétákat, a magyar katonaság adja, vagy hogy mondják ezt? Biztosítja a lőteret számunkra, és a mentoraink, meg segítőink pedig azt a szűrést oldják meg, hogy tényleg a legjobb technikai tartalommal rendelkező eszközök kerüljenek be a rakétákba. És még így is azt nem tudjuk biztosítani, hogy ezek az eszközök amúgy működjenek felbocsátás közben. Tehát ez tényleg egy nagy sok, egy ilyen kis elektronikai eszköznek, amikor ezt elindítják, egy nagy megterhelés éri, rázás, gyorsulás, és simán lehet, hogy nem lesz olyan jó az idő, párás lesz a levegő, esetleg eső után leszünk, vagy eső előtt. Úgyhogy ezek mind olyan körülmények, amire nehéz felkészülni, de ugye most az elmúlt napok holdraszállási kísérleteit elnézve, ez minden technológiai, űrkutatási irodának, cégnek egy kihívás az ismeretlen körülményre tervezni.
Hát igen, és ezért aztán felbecsületetlen egy ilyen verseny, hogy ilyeneket megtanulhatnak a gyerekek, mert amúgy hol máshol tudnának egy ilyen projekt tervezési, fejlesztési, szervezési, komplex feladatot megtanulni, sokkal több, mint bármelyik fizika verseny, vagy bármi hasonló. Tehát elképesztő, hogy mennyi mindenre lehet ezzel motiválni a gyerekeket, szóval nagyon gratulálok ehhez a munkához, és hát nagyon örülök, hogy ilyen érdekes versenyről számolhatunk be. Még egy dolgot hozzátennék, itt most mi a Műhold Találkozó nevű rendezvényen vagyunk. Ez azt jelenti, hogy itt most már tényleg félkész műhold eszközökkel, tehát elektronikával, szoftverrel vonultak föl a gyerekek, és megmutatták, hogy mi hogy működik. Most, ahogy körbe mentünk a bemutatón, látni lehetett, hogy vannak olyan technikailag komplex, felnőtt megoldások, ami alapján egyes diákokat itt gyakorlatilag most fel lehetne venni dolgozni. És ezek a fajta demonstrációs lehetőségek, meg egymásról tanulási lehetőség, ez nem jelenik meg szerintem szinte sehol máshol. Illetve az, hogy a review-k, meg maga a dokumentáció fontos, ez nem egy olyan probléma, vagy nem egy olyan kihívás, amivel hát most találkozik a diák és jól van, hanem ezek azok a problémák, amik a magyar űrkutatási cégeknek szintén kihívás, hogy olyan alkalmazottakat tudjak felvenni, akik már láttak európai ügynökségi dokumentációt, és értik, hogy miért van arra szükség, hogy megcsinálják. Mert ezek a srácok valószínűleg ki fognak menni a lőtér szélére egy sátor alá, valószínűleg mégiscsak elő kell majd venniük a programozó moduljukat, mert valamiért újra kell programozni utolsó utáni pillanatban, mert elromlik mégis az utolsó pillanatban, mert mégiscsak le kell forrasztani, és ezt nem tudják máshogy megtanulni, csak hogyha ők már ebben láttak. Szerintem az egy hatalmas különbség egy tapasztalt és egy tapasztalatlan mérnök között, amikor az egyik azt mondja, hogy de hát miért ne működne? És ez így nagyon sok pénzt égetünk el. Éppen ezért jó, hogy ebbe itt a saját projektükön keresztül bele tudnak tanulni, és rá tudnak látni, hogy igenis, mindig lesz valamilyen olyan körülmény, amire még fel kell készülni. Nagyon szépen köszönöm ezúton is az interjút tehát Arnóc Istvánnak, a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkárának, és erre nagyon jó rímmel, amit most ő itt mondott a végén, arra, hogy hát a gyerekek mi mindent megtanulnak, és milyen tapasztalatokat szereznek. Ez a vélemény, ami az előző verseny után készült kérdőívre adott egyik válasz az egyik tanulótól. A kérdés úgy szólt, hogy mi a legfontosabb tudás, amit a verseny során kaptál. Ezt a választ írta a diák, hogy a verseny előtt azt gondoltam, hogy ilyeneket csak bizonyos kiválasztott zsenik csinálhatnak, bár tetszett, de nagyon féltem jelentkezni. Aztán időközben megtanultam 3D nyomtatott páromkört tervezni, csapatban dolgozni, és hajnalban a műhold miatt stresszelni. Összességében én rengeteget tanultam, nagyon örülök, hogy végül nem bátortalanodtam el, és jelentkeztem. Szóval ezért is mondom, hogy természetesen bár az idei verseny, ahogy hallottuk, már javában folyamatban van, de lesz ilyen jövőre is. Tehát aki most erre kedvet kap, akár diák, akár mentor, akár szülő, vagy akár hát hallgatják esetleg középiskolások is, ha nem is élőben, mert iskola van, ezt a műsort, hát akkor több információt tudhatok meg azon a honlapon, hogy www.kenset, vagyis www.kensetverseny.hu CanSat verseny. Tehát CanSat. Kenset. Na, szóval hát ez nagyszerű, és amint meghallhattuk azt is, hogy hát áprilisban ezek már fölmennek. A magyarországi kétnapos döntő április 5-én és 6-án lesz, ami tényleg úgy fog kinézni, hogy a legjobb 12 műhold, ugye kettesével férnek bele ezekbe a BMS Suborbitals által biztosított szilárd hajtóanyagú rakétákba, szóval 6 rakéta, azaz 12 ilyen kis sörös doboz műholdacska, amik persze nem igazi műholdak, nem állnak földkörüli pályára, de hát majdnem mindent tudniuk kell, mint egy igazi műholdnak. Szóval a legtöbb 12 az ebben az április 5-i, 6-i ablakban fog egy lőtérről fölröppenni. Ez valószínűleg egyébként valamelyes nyilvános esemény lesz, tehát ezúton is mondom, be lehet őket követni egyébként, van a Kenset Hungary-nek Facebook oldala is, ott minden információ kiderül, meg hát még egyszer itt van ez a remek honlap, ez a kensetverseny.hu. Na most említette Arnóc István, hogy vannak segítők, akik igazi űrkutatók, és mármint olyanok, akik konkrétan űreszközöket terveznek és hoznak létre így munkaszerűen. Ezek egyike egyébként nem más, mint az állandó szakértőnk Pál Andris,
aki ott volt ezen a rendezvényen, de annyira elfoglalt volt, hogy éppen járt körül és pontozta a csapatok munkáját, meg konzultált velük, hogy ki hogy áll, hogy őt nem tudtuk megszólaltatni, bár ezután is lelkemre kötött egy agyamát, hogy üdvözli a hallgatóságot, viszont szintén ott Somford állt, maga Detre őrs Hunor is, akit viszont sikeresen mikrofon végre kaptam, és aki szintén részt vesz ebben a projektben támogatóként, úgyhogy hallgassuk meg, hogy mit nyilatkozott ő mindenről. Szokolébresztő visszatérő vendége Detre őrs Hunor, akit mindig nagy szeretettel köszöntünk a műsorban. Általában a James Webbről szoktunk beszélgetni, vagy éppen arról, hogy mit csinál egy űrkutató, hogyan telnek a napjai. Ilyen témákról szólaltatunk meg eddig. De most nem ez lesz a fő témánk, hanem ugye a CANSAT verseny, aminek a zsűriében szerepel, de még mielőtt ebbe belecsapunk, hát egy nagy elismerést kapott a MIRI csapat, vagyis a Mid Infrared Imager fejlesztő csapata, amiben te is fontos részt vállaltál. Erről, ha ejtenél néhány szót, hogy tulajdonképpen mi is ez, és hogy mivel érdemeltétek ki, bár az utóbbi az szerintem elég nyilvánvaló, de hát azért nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogyha Léci, mondj erről néhány keresetlen szót. Igen, így már a te műsorodban is már többször mondtam azt, hogy egy nagyszerű csapatban tudok dolgozni. Hát most annyi történt az, hogy a Brit Királyi Csillagászati Társaság az már ezt hivatalossá tette. Tényleg jó csapat. Tehát megkaptuk 2024-ben, hogy mi voltunk a legjobb csapat, akiket ők elismertek. Lényegében ennyi. De ez nagyon komoly. Tehát ők évente elismernek egy csillagászattal kapcsolatos kutatócsoportot? Hogyan működik? Külön díjak vannak. Az egyik az, hogy team. Tehát az, hogy csapatot, de különböző kutatásokat is ugyanígy elismernek különböző témákban és tevékenységekben. Mi a csapatot nyertük el, ebben lettünk a legjobbak. És ez tényleg, én ezt nagyon sok interjúmban eddig mondtam, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy a MIRI-n tudtam dolgozni 15 évet, és még szerencsésebb az, hogy ezt most már repül is és működik. Tehát innentől kezdve életem minden egyes napja az büszkeséggel tölt el, hogy igen, ott egy pár csavart, meg pár elektronikai dolgot azt én csináltam. Hát teljes joggal. Hát szóval igen, jogosan illeti a gratuláció a MIRI csapatot, és benne persze téged is külön. De most itt azért gyűltünk ma össze, ugye, hogy a jövő generáció űrkutatóinak a fejlődését segítsük, amelybe te úgy kapcsolódsz bele, ha jól értem, hogy a CANSAT verseny zsűriének vagy egy tagja. Hogyan zajlik igazából ez az egész dolog? Miket kell csinálniuk ezeknek a gyerekeknek? És különben is mi alapján értékelik te őket? És hogyan zajlik ez az egész folyamat? Erről a mesélnél. Először is javítok, tehát nem a zsűrűnek vagyok a tagja. Segítek. Aha. Mondjuk így azt, okay. hogy tehát én Németországban élek most már 16 éve, és múlt évben nagyon sokat voltam itthon, és azt kutattam, hogy hol tudok segíteni. Hát hol tudom ezt a 15 éves tudást valahogy átvinni Magyarországra, és megmondom őszintén, az ilyen döntésekben a személyes tapasztalat is, meg a benyomás is nagyon sokat számít, és találkoztam ezzel a nagyszerű csapattal, és amit észrevettem, hogy ez egy nagyszerű program. Miért nagyszerű program? Én úgy mondom azt, hogy a TikTok generációban nagyon nehéz megfogni a diákokat, hogy érdeklődjenek bármi más felé, és főleg így a tudományok felé, és a csillagászatnak, meg a űrtudományoknak van még olyan cool faktora, hogy egy gyerek az megáll és csak bámul, és azt mondja, hogy ilyet ő is akar csinálni. És ilyen a CANSAT program is. Ugye ez évben már 48 diákcsoport verseng azért, hogy az első, közel egy tucat, az fölkerüljön egy kilométer magasba, és itt ugye mindent meg kell tanulniuk. És én ezt is többször mondtam azt, hogy egy gyereket nem lehet tanítani. Mert minél jobban próbálja az ember tanítani, annál jobban ellenkezik. Egy gyereket kíváncsivá kell tenni, és hogyha kíváncsiság megvan, akkor megjön a motiváció, és ha motiváció megvan, akkor megjön a tudás is. Erre tökéletes a CANSAT program. Ez, amit látok egyszer működni itt Magyarországon, és ezért gondoltam azt, hogy akkor hogy tudnék segíteni.
Na és hogyan segít ezt? Az, hogy eddig hogyan segítettem, ide jöttem jó pofizni, tehát ez komoly segítséget nem lehet mondani, de észrevettem valamit. Az, hogy kell ennek a programnak egy központ, és ezen kezdtünk el dolgozni. Ezt gyorsan úgy neveztük el, hogy Kenset Lab, és ez amit ez évtől elkezdünk szervezni, és mi a lényege? Ez egy inkubátor laboratórium, ahova jöhetnek a gyerekek. Ugyanis az első lépések, itt van olyan csoport, aki abszolút a nulláról tanulja meg az elektronikát, az űrkutatást, azt, hogy ez hogyan működik, és egyébként ugyanazokat a struktúrákat, ugyanazokat a szabályokat kell követnie, csak kicsiben. És ezt van, aki tényleg abszolút a nulláról tanulja meg. Ezek a kezdeti lépések, az, hogy hogyan kell egyáltalán elkezdeni egy elektronikát tervezni, minek kell megfelelnie egy űreszköznek, hogy kell 3D nyomtatott dolgokat megtervezni, ezeket nagyon sok diák nulláról kezdi el. Nagyon sokat segít ilyenkor az első lépéseknél a támogatás. Amit eddig nagyszerűen meg is kaptak előadások keretében, de nem volt úgymond otthona ennek a versenynek. És észrevettem azt, hogy ennél tökéletesebb program, mint a Kenset, az nem is lehet egy ilyen inkubátor, gyerekinkubátor laboratóriumnak, vagy hogy mondjam, űrkutatás laboratóriumnak, és tehát e köré szervezni egy ilyen inkubátor helyet. Ezt kezdtük el ebben az évben. És akkor ez azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy a jövő évi Kenset versenyen már ezt üzemszerűen fogjuk használni? Ez a cél. Hál' Istennek abban a pillanatban, hogy ezt ugye a Facebookra kiraktam, de ugyanígy leültem a Ferenc Orsolyával is beszélgetni, rögtön azt vettem észre, hogy nagyon, nagyon támogatják. Ennek ellenére egyébként itt rögtön megragadom az alkalmat, hogy támogatók és segítők mindig kellenek. Én és a csapatnak a nagy része, mi a szakmai részhez értünk, nem feltétlenül értünk minden máshoz. Tehát marketing, management, stb. Tehát most így rögtön akkor mondom, megragadom az alkalmat, hogyha valaki úgy gondolja azt, hogy szívesen mögé állna egy ilyen programnak, egy ilyen inkubátor helynek, ahol gyerekeket tudunk tanítani, űrkutatni, akkor keressen meg engem. Rögtön mondom akkor nevemet is még egyszer, a Detlevős Hunor, LinkedIn-en meg tud találni, és tényleg várjuk a segítőket, akármilyen irányból, vagy akármilyen módon, hogyha valaki tud segíteni, akkor jelentkezem. Jó, hát ez nagyon jó, én is csak ezt meg tudom erősíteni, és hogyha valaki esetleg a LinkedInhez nem fér hozzá, az, és segíteni akar, az írhat a Szokolébresztő e-mail címére is, és akkor ezt tudom a körsnek, ami ugye a sokolebresztó@gmail.com, tehát oda is tülekedhetnek itt a jobbnál jobb ajánlatok és javaslatok. Nagyon jó, szóval Kenset, na most akkor az, hogy segíted ezt, abban nyilván persze egy fontos szempont, hát hogy mondjam, az utánpótlás nevelés kérdése, de vajon arra való a Kenset, hogy úgy szerinted, hogy ugye általában csak a természettudományok meg a mérnöki tudományok iránt felkeltse az érdeklődést, vagy itt egészen konkrétan már konkrétan az aerospace industry, vagy az űr kutatás felé lehet beorientálni a gyerekeket. Tehát itt igazából mi ennek a céljait? Konkrétan az jövő űrkutatóit, vagy csak úgy a természettudományok iránt érdeklődő gyerekek neveléseit vajon a cél? Tehát amit mondtam az, hogy a gyerekeket nem lehet tanítani, hanem kíváncsivá kell tenni, az, hogy utána ebből mi lesz, hogy a motiváció, ebből született motiváció merre viszi a diákot, ez már nem a mi dolgunk. Az a lényeg, hogy megfertőzzük a tudománnyal, és a tudománynak és a kíváncsisággal. Onnantól kezdve, persze mi szeretnénk űrkutatókat sokat, de hogyha nagyon valószínű az, hogy nagyon sok mérnök lesz itt, de akár csillagász is, akik itt fertőzöttek meg ennek a szeretetével. Meg kell írnunk egy pályázatot, meg kell tervezni, rengeteg dologra kell figyelni. Igazából én teljesen
Legyűgöz engem, hogy gimnazisták ezt így meg tudják csinálni. Igen, ez hihetetlen. Ez hihetetlen szerintem, és hogy igazából ezt akartam kérdezni, hogy vajon mennyire mentor igényes ez az egész folyamat. Tehát például útközben mondtad, hogy te segítesz, nem vagy egyedül ebben, itt azért itt Pál Andris is itt van, vagy ha esetleg el tudjuk kapni, aki szintén állandó szakértőnk lehet, hogy őt is el tudom kapni, de hát ő most éppen pontozza ezeket a pályázatokat, mert ő viszont konkrétan benne van a zsűriben, úgyhogy valószínűleg most nem is fog ráérni. Itt azért nagyon sok energiát bele kell fektetni ezeknek az embereknek, nem? Vagy ezt a gimnáziumi tanárok csinálják ezt inkább, vagy itt a ti társaságotokból, akik segítik, ti foglalkoztok velük úgy külön-külön, vagy hogy zajlik ez? Ez egyénfüggő, de néha egy gyereknél hihetetlen, hogy a motiváció az micsoda fanatizmusba torkollik, és addig nem nyugszik a gyerek, amíg meg nem old egy bizonyos problémát. Ugyanis mostanában, tehát még az én szüleimnél az volt a probléma, hogy hogyan szerzik meg a tudást. Most már nem. Most már a mostani gyerek az, hogy hogyan szűri le a tudást, ami az igazán jó és értékes tudás, mert mindent meg tud szerezni az interneten. És egyszer addig kutat, amíg meg nem oldja azt a problémát. És pontosan ez az a motiváció, ami nagyon hiányzik a mostani generációból, és ezért azért működik ennyire nagyszerűen. Szóval, válaszolva a kérdésedre, teljesen diákfüggő az, hogy mennyire önálló vagy nem önálló, de egyébként ez is igaz, hogy önállóságra nevelés is benne van ebben, és szervezésre késztetés. Tehát ezek kis csoportok, 4-6 fős csoportok, köztük is meg kell szervezni azt, ki mit csinál. De tovább folytatom egyébként ezt a gondolatmenetet, azt, hogy milyen nagyszerű dolgok következnek még ebben az évben. Éppen most fogjuk bejelenteni az, hogy ebben az évben, azt már tudják a gyerekek, az, hogy sajnos a nemzetközi Kenset verseny ebben az évben nem lesz. Helyette szintén egy nagyon jó dolog lesz, az ESTEC, Európai Ügynökség ESTEC központjába látogathatnak el, és ott viszik őket körbe, ami nagyszerű dolog. Mégis, ami nagyon hiányzik, az, hogy tovább kísérjük a legjobbakat, azokat a gyerekeket, akiknél nagyon valószínű, hogy ez a motiváció, ez nem csak átmeneti, hanem ezt még tovább lehet használni arra, hogy még többet érjen el egy-egy gyerek. És tényleg gyakorlatilag itt találkozunk már most a következő nemzeték űrkutatóival. És azon gondolkoztunk még múlt év végén az, hogy mit tudnánk csinálni a nemzetközi Kenset verseny helyett, hogy tovább segítsük ezeket a gyerekeket, és tovább fogjuk a kezüket. Erre azt láttuk ki, hogy egy nyári tábort szervezünk, ahol a legjobb 5-10 helyezett csoportot hívjuk meg, és együtt kell dolgozniuk. Egy úgynevezett szuperkenszeten, amit ott találnak ki, és az, hogy hogyan osztják fel a különböző problémákat, és mit csinálnak, ezt teljesen nekik kell eldönteniük, de egy nagyobb csoportban. Tehát még jobb, még erősebb lesz a csoport munka, és még nehezebb lesz a projektmenedzsment egy projekten belül. Ez most lesz bejelentve, hogy ez lesz a folytatása ennek az ez évi versenynek, és egyébként erre is keresünk majd később támogatókat. És a tábor az egy egyhetes tábor, gondolom. Egyhetes, most egyre úgy néz ki. Akkor elképzelhetőnek tartod, hogy mondjuk így az elejétől a végéig meg is építik a műholdat? Vagy ez nem a célja? Mert hát mert a műholdat idézőjelbe értjük, tehát Kenszettet, ezt a szuper Kenszettet, ezt létre lehet hozni egy héten. Itt ugye már komoly tudással jönnek a gyerekek, tehát itt igen lehetőség lesz arra az, hogy ebből a nagyobb csoportból a végén egy működőképes. Azt nem mondanám azt, hogy a végleges repülési modell. Tehát nem az, hogy a tábor utolsó napján felküldik egy rakétát. Nem, semmiképpen nem, de egy abszolút működőképes koncepció az egy elérhető cél lesz egy hét alatt, sőt. Szóval Detrevőr Sunort hallottuk, ezúton is neki is nagyon köszönöm. Egyrészt azt, hogy részt vesz ebben, másrészt, hogy gondolkozik rajta, meg igyekszik támogatókat keresni, meg minden. Szerintem tényleg marha jó ez a Kenset verseny. Én sem véletlenül döntöttem úgy, hogy egy szokolébresztőt is csinálunk a dologból. És ha már
és olyannyira népszerű ez a dolog, hogy hát a világ minden tájáról csodájára járnak. Hát például Szlovákiából is átruccantak többen erre a rendezvényre, hiszen Szlovákiában is van Kensett verseny, és hát olyan jeles személyiség látogatott el többek között a szlovák delegáció vezetőjeként erre a kis szombati eseményre, mint Michal Brichta. Michal Brichta, aki a szlovák űrirodának, az úgynevezett ipari ágának, az industry branch-nek az igazgatója, és ráadásul nemrég az a megtiszteltetés érte őt, teljesen jogosan, és illetve teljesen megérdemelten, hogy az International Astronautical Federation, vagyis a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség alelnökévé választották. Hát azért ez nem semmi, úgyhogy ha már ő ott volt, akkor természetesen nem menekülhetett. Ővele is beszélgettem. Most ezek a beszélgetések, főleg ami az én hangomat illeti, én magamra nem jutott ilyen mikroport, úgyhogy azért hangzanak ilyen furcsán, mert hát még egyszer ezek iskolai tantermekben és iskolai folyosókon készültek, ugye ez jól hangzik is. Hát most ezt még azzal is megfejeltem, hogy a szombaton készített beszélgetést, ami angolul zajlott természetesen, azt leszinkronizáltam, de én magam, tehát saját magam fogok hangalámondást biztosítani. Egyrészt a saját kérdéseimhez, másrészt Michal Brichta válaszához is, úgyhogy itt némi agymunkát igényel, de azért remélem, hogy azért nem fogják elveszteni a hallgatók a fonalat, és azért persze a háttérben hallatszik, hogy éppen ki beszél, csak ráadásul még a hangszínünk is tök hasonló Michal Brichtának és nekem. Egy biztos, szerintem egy nagyon érdekes beszélgetés, megnézni, hogy a szomszéd országban hogyan zajlik az űrtevékenység, illetve hát, hogy ez az International Astronautical Federation ez mit csinál. Nos, hát ezekről beszéltünk, úgyhogy itt ezt az interjút is már is elindítom. A megválasztásodhoz. Először is hadd gratuláljak a megválasztásodhoz a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség alelnökeként. És hát mivel a hallgatóink többsége szerintem nem tudja, hogy mi az az IAF és mit csinál, ezért néhány szót, ha ejtenél erről, hogy mit csinál az IAF, mit csinál az alelnöke, és különben is mi ez az egész. Köszönöm először is a lehetőséget, hogy itt lehetek ebben a rádióműsorban. Nagyon megtisztelő. És igen, ahogy mondod, most választottak meg az IAF alelnökének. És igaz bizony, hogy nem sokan tudnak erről a szervezetről, ami nagyon sajnálatos, mert remélem, hogy ez ugye meg fog változni, mert az IAF az tényleg egy nagyon fontos szervezet. Hogyha megnézzük a történetét, ez az első űrrepülések előtt alapult űrkutatási szervezet, már 1951-ben alapult meg, ami jó rég volt, és hát már az, hogy asztronautikai szövetség, az azt jelzi, hogy ez tényleg már a nagyon korai űrrepülések, űrkutatási ötletek idejéről származik, amikor tényleg az volt az alapkérdés, hogy az emberek hogyan tudnak eljutni az űrbe, meg űreszközöket juttatni oda. És egyike volt az első olyan nemzetközi szervezeteknek, ami azt célozta, hogy a hidegháború ellenére összekösse azokat az embereket a világ minden tájáról, akik ezt el akarják érni, az űrkutatás létrejöttét. És ennek megfelelően az IAF az mind a mai napig a legnagyobb olyan szervezet, és a legfontosabb, amely nemzetközi szinten a kommunikációt biztosítja az űrkutatással foglalkozó, sőt űrtevékenységgel foglalkozó szervezetek között. Több mint 500 tagja van. Ezek a tagok nem emberek, hanem űrügynökségek, cégek és mindenféle űrkutatási szervezetek, beleértve a legnagyobb űrügynökségeket, a NASA-t, a JAXA-t, az ISRO-t, és persze olyan cégeket is, mint például a SpaceX, vagy a legnagyobb európai cégeket, a Thales Alenia-t, amelyek mind-mind, hogy úgy mondjam, az űrkutatási ökoszisztéma részei. Szóval, ami ezt igazán különlegessé teszi ezt a szervezetet, az pontosan az, hogy mennyiféle különböző jellegű tagja van.
hogy nem csak cégek, és nem csak űrügynökségek, és nem csak kutatók, hanem tényleg mindenféle szervezet, aminek köze van az űrhöz, és éppen ezért egy remek platform arra, hogy ötleteket, terveket osszanak meg egymással, és motiválják egymást ezek a szervezetek, és hát azok tagjai, a résztvevők. És mondom én, hogy, és persze ez az, ami az IAC-t, a Nemzetközi Asztronautikai Kongresszust szervezi. Mondja, így van, mondja Michael, valóban, és ez a kb. Leglátványosabb része az IAF munkájának, és az egyik legrégebbi projektje, amely tényleg az, hogy megszervezik ezt a hatalmas kongresszust több ezer résztvevővel, ahol fizikailag is megjelenik ez az együttműködés. De természetesen sokkal többről van szó, mint az IAC kongresszus megszervezéséről, hiszen rengeteg bizottság működik az év során folyamatosan, de igen, nyilván, ahol ez legjobban megjelenik, az maga ez a kongresszus. És hát akkor csúcsosodik ki a munka is az év során. Ha már űrügynökségekről beszélünk, a Szlovákiának az a szervezet, ami legközelebb áll egy űrügynökséghez, az a Szlovák űriroda. És látom, hogy rajtad egy ESA logóval ellátott pulóver van. És erről jut eszembe, hogy ott látom a szlovák zászlót is rajta, és hát hogy akkor most mi van az ESA, az Európai Ügynökség és Szlovákia között? Amennyire én tudom, Szlovákia az nem egy teljes jogú tag az ESA-n belül, de valami olyasmi, mint egy európai együttműködő állam? Vagy mi ez? Hát már nem csak egy európai együttműködő állam, hanem egy társult tag, ami majdnem ugyanolyan, mint a teljes jogú tagság, de nem teljesen, de sokkal közelebb áll ahhoz, mint a korábbi státuszunk, ami tényleg az volt, hogy európai együttműködő állam. Mert hogy egy társult tag, az már lehetőséget kap arra, hogy részt vegyen ugyanúgy a projektekben, mint a teljes jogú tagok, és hát eldönteti így tehát, hogy mely programokhoz akar társulni. Ezek egy része, amiket kiválasztottak, az a Föld megfigyelés és az űrbiztonság programja például. Tehát már is lehetőségünk van, hogy a nagy programokba bekapcsolódjunk az ESA programjain belül. És persze ennek megfelelően mi is Szlovákián belül évente meghirdetjük a pályázati kiírásokat, most jön az idei, és ez az ESA-s rendszerhez hasonló lebonyolításban történik. És ez sokkal több lehetőséget biztosít a cégeknek és kutatóknak, mint az együttműködő állam esetében. Tehát lényegében azt mondanám, hogy a különbség a társultagság és a teljes jogutagság között az inkább csak politikai szinten jelentkezik, kormány szinten jelenik meg a különbség, de a kutatók ebből nem sokat érzékelnek. Kérdezem, hogy említett, hogy űrbiztonság, ez mit jelent, amiben Szlovákia részt vesz? Ez sok mindenre gondolhatnak az emberek. Mi úgy hangzik, mint valami katonai dolog benne, de nem erről van szó. Ezek egyrészt az űrszeméttel kapcsolatos tevékenységek, hogy követik az olyan potenciálisan veszélyes darabokat földkörüli pályán, amelyek problémát okozhatnak. Úgy is mondhatnám, hogy űrforgalom irányítás, ez is egy része a témának, amiben Szlovákia részt vesz. És ez persze, tényleg ez az elnevezés, hogy space safety, ez tényleg félrevezető, az ember inkább gondol itt a csillagok háborújára, vagy valami ilyesmire. De igazából arról szól, hogy az űrtevékenységet hogyan lehessen egy biztonságos módon végrehajtani, és hogy mindazzal a rengeteg dologgal, ami már is odafönt van, mit lehet kezdeni hosszú távon. És persze kapcsolódik ennek megfelelően az űridőjáráshoz is, hiszen az is nagyban befolyásolja azt, hogy hogyan működnek a dolgok odafönt. Mi lesz a technikai eszközökkel, amikor jön egy nagyobb napkitörés és ilyesmi.
ez is ide tartozik. Ez nagyon fontos. Egy kérdés neki, hogy van Szlovákiának már több kis műholdja is, hirtelen az SK Cube jut eszembe, de itt van például a kedvenc műholdunk, a GRB Alpha, és nyilván több hasonló műhold is van, ilyen kis cube-szatok, pici műholdak, amelyek már elérték a Föld körüli pályát. Ezzel a kis műholdas programokkal kapcsolatban kérdezném, hogy milyen tervek vannak, meg egyáltalán hogyan működik ezeknek a finanszírozása, vagy tervezése, hogy ezt olyan a szlovák űriroda szervezi, vagy hogyan mennek ezek a dolgok. Nos, hát a szlovák űriroda az nem azzal foglalkozik elsősorban, hogy megtervezze és felbocsássa a műholdakat. Nekünk az a dolgunk, hogy egyrészt a politikai szervezési oldalról támogassuk ezeket a programokat, illetve kommunikációs szempontból. A politikusok és a kutatók között egy ilyen kommunikációs platformot biztosítsunk, illetve az űrköltségvetés elosztását megszervezzük, illetve hát a nemzetközi együttműködéseket az űrügynökségek között. És persze ott van még a outreach, vagyis a közönség kommunikációs aspektus is, ami szintén egy nagyon fontos feladatkör. És persze a nemzetközi együttműködés oldaláról is az ESA-n keresztüli a közös tevékenységeket is koordináljuk. Együttműködések, mindenféle egyéb űrkutatási irodákkal és űrügynökségekkel, és persze cégekkel is. Segítjük ezeknek a részvételét a nemzetközi együttműködésekben. És valóban, ahogy Magyarországon is van CANSAT verseny, mi is részt veszünk például ilyennek a szervezésében, a szlovák CANSAT verseny szervezésében és a CANSAT program létrehozásában is részt veszünk. Tehát, hogy ez csak nagy vonalakban ez, hogy mi mindennel foglalkozunk mi. És visszatérve a kis műholdak témájához, igen, volt már jó néhány. A legújabb, a legutóbbi az azért is volt nagyon érdekes, mert az teljes egészében egy magáncég által volt finanszírozva, ez tavaly repült. És persze folyamatban van a GRB, tehát a gamma kitörések kutató műholdjának magyar részvétele zajló programnak a folytatása is, a GRB Beta is már, mint tudják, talán a hallgatók fejlesztési fázisban van. És nagyon örülünk, hogy ez a program úgy tűnik, hogy folytatódni fog. És nagyon jók ezek a programok, a kisműholdas programok, mert ez segít abban is, hogy az egyetemeknek a hallgatói közvetlenül is bekapcsolódhassanak ilyen kutatási programokba. És persze a cégeknek is. Nagyon köszönöm. Még egy legutolsó kérdés. Most, hogy látom azt, hogy itt a V4 országok közül is Magyarország, a Csehország és Lengyelország is tervez űrhajósokat földkörüli pályára juttatni. Viszont Szlovákiának az űrrepülése, hát az annyira nagyon nem volt rég, ugye az ezredforduló környékén ment föl Iván Bella a Mir űrállomásra. Szlovákia tervez valamilyen módon az emberes űrkutatásban részt venni, vagy ez most nem nincs a tervek között? Azt mondja, hogy hát igazad van, hogy Iván Bella az tényleg nem volt annyira nagyon régen, mint a többi környékbeli űrhajós. Idén lesz a 25. évfordulója annak, hogy felment Iván Bella. Erről röhögcsélünk azon, hogy hát akkor már öregek vagyunk, mert tényleg 25 év az sok. De hogy Iván Bella még mindig nagyon aktív, és nagyban kiveszi a részét az ismeretterjesztő tevékenységéből, inspiráló előadásokat tart a fiatalok számára, de nem akarom elkerülni a kérdést. Tehát valóban, hogy igazából nemrég volt az Európai űrügynökségnek az űrhajós válogatása tavaly előtt, és ez nem sokkal azelőtt történt, hogy Szlovákia társult taggá vált. Emiatt aztán Szlovákia nem vehetett részt abban az ESA űrhajós válogatásban.
Tehát ez azt jelenti, hogy most így a nagyon közeli jövőben nem valószínű, hogy az Európai űrügynökség, az ESA egy újabb űrhajós toborzást fog tartani. De természetesen, ha ez megtörténik legközelebb, akkor nyilvánvalóan Szlovákia is részt fog venni. De persze annak meg a gazdasági hatásán gondolkoznunk kell, hogy hát vajon egy űrhajósnak a gazdasági szempontból a haszna az mennyire értelmezhető. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy hát erre a kérdésre majd térjünk vissza akkor, amikor lesz majd újabb ez a űrhajós toborzás. Hiszen természetesen ez egy nagyon inspiráló és csodálatos dolog. Abszolút megértjük ezt a dolgot, hiszen még emlékszünk arra, hogy milyen volt az űrhajósnak a közvetett haszna olyan értelemben, hogy motiválta a fiatalokat arra, hogy a természettudományok és technikai területek felé orientálódjanak. Tehát ennek elvitathatatlan a haszna ilyen értelemben. De azt is észben kell tartanunk, hogy milyen más területeken lehet elkölteni az űrköltségvetést, hogy hova érdemes inkább befektetni a pénzt. Köszönöm szépen a nagyszerű beszélgetést. Igen, ezúton is, igen. És hát bizony, hát remélem azért a kis barkács szinkron ellenére azért nem volt élvezhetetlen. Szerintem érdekes dolgokat mondott, meg jó belepillantani, hogy a szomszédban hogyan zajlik az űrtevékenység. És egyébként jó is, hogy szóba hozta ezt a space safety-t, mert akkor ehhez van egy ide kapcsolódó hír, ami magyar vonatkozású, és szerintem rendkívül érdekes. Itt van ugye Magyarországon, itt a piszkéstetői csillagvizsgálóban gyakran észlelő Sárnecki Krisztián, magyar csillagász, aki ugye arról nevezetes, hát nemzetközi hírű tényleg, hogy tonnaszám, vagy a tucat szám fedezi fel a kisbolygókat. Különös tekintettel a föld súroló kicsi égi testeket, ilyen kődarabokat az űrben, egyik-másik az csak néhány méteres, ugye tavaly például az volt az elképesztő, hogy az egyik első, a történelemben nem nagyon volt sok ilyen eset, hogy konkrétan emberek felfedeztek egy kisbolygót, ami aztán becsapódott a földbe, és nem csak tűzgömbé vált, hanem valamennyi még el is ért belőle a földre, és azt be is lehetett gyűjteni. Ugye itt a Bretagne környékén, ott valahogy Franciaország partjainál hullott le egy Sárnecki által felfedezett kisbolygóból néhány darab, ugye néhány órával a felfedezés után. Azelőtt is felfedezett egy olyat, ami becsapódott, csak az Izland mellett esett le, és ott nem volt esélye a begyűjtésre. Na most viszont egy olyat fedezett fel egyébként szombaton, ami aztán vasárnap hajnali 13:30-kor Berlin felett belépett a föld légkörébe, amiről videófelvételek is készültek. Károkról nem érkezett jelentés, írják az újságok, és a korábbi esetek alapján valószínű, hogy itt is elképzelhető, hogy sikerül majd begyűjteni darabkákat ebből. Szóval ez elképesztő. Szóval ez is egyébként része ennek a space safety valaminek. Ugye itt egyébként Michael Brichta itt az űrszemétről beszélt, de nem csak az űrszemét tartozik persze ebbe a kategóriába, hanem az ilyen földsúroló égitestek vizsgálata is, amiről persze gyakran esett és fog esni szó a szokolébresztőben. Szóval hát nagyon köszönöm. Egyrészt még egyszer a MANT-nak, a Magyar Asztronautikai Társaságnak a lehetőséget, hogy el tudtunk menni és megnézni ezt a jó kis Kensett versenyt, ami a fő témája volt ennek az adásnak, és hát ráadásul még így betekintést nyerhettünk Szlovákia űrkutatásába is, meg hogy mi a búbánat, az IAF, vagyis az International Astronautical Federation. Tényleg egy nagyon tekintélyes szervezet. Az emlegetett IAC kongresszuson már én is jártam, ez tényleg a világ űrkutatóinak és űrtevékenységgel foglalkozó embereinek egy nagy seregszemléje, és hát nem egy olyan ötlet született már ezeken a meetingeken, amik aztán jelentős mértékben befolyásolták az űrtevékenység alakulását, szóval ez nem csak egy nagy papírtigris, hanem ez tényleg egy igen komoly szervezet, úgyhogy nagyon menő volt, hogy éppen Budapesten járt Kensett verseny eseményt nézni ennek az IAF-nek az alelnöke. Na, szóval hát ez nagyon menő volt, hát viszont az adás idő az nagyon-nagyon közeledik a vége felé, tehát nem maradt más hátra, mint az, hogy elmondjam, hogy persze ez az adás is, mint minden korábbi, visszahallgatható, illetve visszahallgatható lesz a Tilos archívumában, és persze a mi saját podcast felületeinken is, ami elérhető a sokolebresto.hu doménen keresztül, ami a Parallaxis podcast univerzum, vagy micsoda,
egyik aloldalára visz, amelyen keresztül persze nem csak a szokolébresztő adásait lehet elérni, hanem minden egyéb kis science fictionös és egyéb podcastünket is, amiket amúgy is csinálunk a Tilos Rádión kívüli világban. Na, szóval ez nagyon menő, szerintem, hogy Magyarországon van Kenseth verseny, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, azért azt még egyszer elmondom, hogy hát a honlap, ahol még többet lehet erről megtudni, az a kensethverseny.hu, cansatverseny.hu, és hát aki még ott sem talál elég információt, az írjon bátran az info@kensethverseny.hu e-mail címre, ahol árgus szemekkel nézik az inboxot, és folyamatosan frissítgetik, hogy mikor jönnek az újabb és újabb kérdések. Ja, persze, e-mailt nekünk is lehet írni. Ott van a sokolebresto@gmail.com is. Véget ért az adásidő. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. 2 hét múlva újra jövünk, még nem tudom mivel, de remélhetőleg érdekes lesz. Úgyhogy jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.